Ma Krisztina fotóművész méltatásával kezdődött az októberi testületi ülés, majd Karsai Ferenc polgármester bemutatta Budafok-Tétény önkormányzatának új sajtófőnökét, Holub Katalint. 14 napirendi pontban hoztak döntéseket a képviselők. Budafok-Tétény önkormányzata 2021 óta nem emelte a lakosság által fizetendő kommunális adókat. A képviselőtestület most egyhangulag úgy döntött, hogy 2024-ben is változatlanok maradnak az adóterhek. A 22. kerületi helyi választási bizottság 4 új tagja tett esküt az ülés elején. Horvátné Fükő Zsuzsanna nem indult újra a választási bizottságban. A leköszönő tag eddigi pártatlan, objektív munkáját a jegyző és a polgármester is méltatta az ülésen. Hosszas vita előzte meg két napi rendi pont egyhangú megszavazását, melyek tartalmát Krieger Krisztina ismertette. Az egyik napi rendünk az 100 millió forintos támogatás kiosztása a köznevelési intézmények mellett működő civil szervezetek, alapítványok részére. Ez ugye úgy született, nagyon sokszor beszélgettünk már erről, polgármester úr még a tavasz és koranyár folyamán nagyon sok iskolába ellátogatott meghívásra, ahol a pedagógusokkal arról beszélt, hogy mi hiányzik, mik azok az eszközök, illetve beruházások, amikre nagyon nagy szükségük lenne, és tulajdonképpen ez volt az ötlet alapja, hogy egy pályázatot kiírjunk. Erről már a szeptemberi testületi ülésen is beszéltünk, tehát egy döntés született erről, most pedig a részletekről, hogy a pályázat mikor, milyen határidővel lesz kiírva. Az előzetes alapján nagyon örülnek az iskolaigazgatók, illetve a pedagógusok ennek. Másik szintén pénzügyeket érintő jó hír, 50 millió forint átadásáról szavazott a testület egyhangulag, ami szerintem nagyon fontos. Olyan pénzeszköz átadásról szól ez az előterjesztés, amelyben a Kereskedelmi és Iparkamara dönt majd a pályázatokról, elsősorban energetikai megtakarításokra adnak pénzt, amelyhez önrész is szükséges lesz, és ezáltal a kis vállalkozások is könnyebb helyzetbe kerülnek majd. Németh Zoltán alpolgármester előterjesztőként ismertette a környezetvédelmi program tervezetét, melyről szintén egyhangulag szavazott a testület. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lakosság edukációját, a szemlélet formálást, ebben már a gyermekek is beletartoznak, az óvodás, iskolás korúak, akik jó példával hazavihetik ezeket a tanításokat. Ők nagyon fogékonyak egyébként a környezetvédelemre, de említhetem azokat a beruházásokat is, amelyeket az önkormányzati intézményeken, mondhatjuk intézményeken, mert hogy ez a tetőre vonatkozik, hogy napelemeket telepítettünk 37 intézményen. Ez nem csak a mi mondjuk óvodáink, bölcsödéink, orvosi rendelőkre is vonatkozik, ezzel jelentős megtakarítást tudunk elérni, és a környezeti hatása is nagyon pozitív a klímára. És még egy gondolatom lenne, amely nem kifejezetten a napirendekről szól, az az, hogy a közösségi oldalakon az elmúlt napokban az előterjesztéssel kapcsolatban, mind tulajdonképpen ez mindegyikre vonatkozik, súlyos ferdítések hangzottak, illetve íródtak, és én nagyon szeretném, hogyha akit érdekel, az a jegyzőkönyvekből tájékozódna, az előterjesztésekből, és nem kiragadott mondatokból, mert sajnos nagyon sokszor rossz fényben tünteti fel az önkormányzatot, és pont a szándékkal ellentétes megállapításokat tesz. Szepesfalvi Anna alpolgármester előterjesztőként beszámolót tartott a részvételi költségvetés eredményeiről, majd a testület döntött az újabb részvételi költségvetés meghirdetéséről.
Perlei Zoltán önkormányzati képviselő 3 napi rendi pontot emelt ki az ülés végén. Az elsőnél jó hírem van, egy hangulag döntött a képviselőtestület, hogy 2024-ben nem lesz helyi adóemelés, tehát maradnak mind a építményadó, mind a telekadó, mind pedig a kommunális adó tekintetében az idei összegek. Ezt, mint ellenzéki képviselő üdvözlöm, és örülök annak, hogy az országos infláció és a kormány gazdaságpolitikájának csőd tömege ellenére azért a kerületben erre most nem kerül sor, talán kicsit tekintettel a választások közeletére, és nem akarom az ördögöt itt a falra festeni. Tehát nem lesz adóemelés, ez a lényeg. A másik az iskoláknak juttatandó 100 millió forint, ebből vita bontakozott ki, bár egyhangulag támogatta a végén a képviselőtestület. Igazából csak a vita a körül alakult, hogy jutottunk ebbe a helyzetbe. Kb. 10 évvel ezelőtt került sor iskoláink államosítására, ami akkor igen nagy vihart kavart, és azóta is ilyen jó gazdaként, hiszen a mi gyerekeink járnak, az én gyerekem is az egyik kerületi iskolába jár, mi gyerekeink járnak ezekben az iskolákban, tehát nyilván nem engedhetjük el teljesen a kezüket. De azért mégsem egy normális állapot, hogy egy állami feladat átvétele után, és ezt mondhatnám az egészségügyi szakrendelő, a szakorvosi rendelőnek az esetét is, hogy ott is történtek ilyen kísérletek. Tehát, hogy államosítva van, nincs feladatunk, de mégiscsak szükséges ebbe pénzt tennünk. Hiszen amikor azt látjuk, hogy nincsen, szokták mondani, kréta vagy szivacs vagy stb., de amikor nincs kézilabda kapu, vagy nem lehet mondjuk egy klímaberendezést beszerezni mondjuk az egyik iskolába, vagy nem lehet kifesteni, vagy mint én múlt hét szombaton a Kempelen Farkas gimnázium kerítését festettem, mint szülő. Tehát ezek valószínűleg nem normális dolgok. Ezt elmondtuk a vitában, mint ellenzéki képviselők. Maradjunk annyiban, hogy meghallgatták a kormánypárti képviselők. Tehát ez így valahogy nem jó, ezen a jövőben változtatni kell, amit tud tenni az önkormányzat, és ebben viszont egyetértettünk, hogy ezt a forrást biztosítjuk az iskoláknak. Aztán persze természetesen ez nem fog teljes megoldást jelenteni, de ilyen lyukak tömögetésére természetesen jó. A harmadik pedig a Nagytétényi garázs története. Egy vállalkozó jelentkezett be az önkormányzatnál, aki a Bartók Béla lakótelep melletti területen, a Panumplast és a lakótelep közötti területen 96 garázs megépítésére tett javaslatot. Tudomásom szerint több garázs szeretett volna, csak az önkormányzattal történt egyeztetés során maradt ez a szám. Ezt is támogatta a képviselőtestület, bár itt volt egy-két ellenvélemény, vagy talán egy-két tartózkodás, de én személy szerint ezt támogattam, ezt az előterjesztést. Amiket javasoltunk, hogy legyenek különböző zöld szempontok, próbáljuk meg minél zöldebbé tenni ezt a beruházást, hogy ez a zöld terület, ami egyébként most teljesen elhanyag volt, ez valahogy váljék kicsit az értékévé a lakótelepnek, és előzetes igényfelméréseket kértük számon, ami csak részlegesen történt meg, de vélhetően ez pozitív fogadtatásra fog találni a lakótelep vagy a lakótelep környékén élők számára. Az az igazság, hogy a kerület összes többi lakótelepén ez általános probléma. Tehát nyilván ezen segíteni kell, de azért még egy kicsikét zölden kis kell maradni. Ebbe próbáltunk konszenzusra jutni. Talán az sikerült, hogy ez el fog indulni. Egyhangulag szavazta meg a testület Kincsverő Népötörke Katalin, a Védőnői Szolgálat 22 intézmény vezetőjének megbízását.